Paksi Disputánt látják, köszöntöm Önöket. Pekári Géza, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója megtisztelőnek érzi kinevezését, és örömmel látja el új feladatát. A biztonságos és hatékony villamosenergia termelésen túl nagy feladatuk lesz a Paks 2 megépítésével kapcsolatos együttműködés. Ahogy az üzemidő hosszabbítás is számos munkát adott számukra, úgy sok előkészületet és odafigyelést igényel majd a blokkok leszerelése, amelyre már most el kell kezdeni a felkészülést. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója kiemelte, Pekári Géza megválasztásában a teljes szakma egyetértett. Úgy gondolom, hogy viszonylag kevesen élhetnek az országban, akik úgy gondolják, hogy ők arra születtek, hogy vezérigazgatók lesznek bárhol, nem egy atomerőben, nem. Úgy gondolom, hogy ez a helyzet szülte. Ez egy összetett, bonyolult folyamat eredménye, hogy én ebbe a székbe foglalok jelen pillanatban helyet. És az megtiszteltetés első körben, hogy azon viszonylag kevés ember közé, vagy maroknyi szakember közé tartozhatok, aki ezzel a feladattal megbirkózott valaha a pályafutása során. Nem erre készültem összességében. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatói átadás-átvétel folyamata gyors volt, hiszen ezt megelőzően Pekári Géza műszaki vezérigazgatóként dolgozott az atomerőműben. A beiktatását követő első napjaiban egy munkavállalói fórumon vett részt, továbbá egy a cég számára fontos, megfelelően előkészített szerződés aláírását tette meg. A társaságcsoporton belüli óradíjas szerződéseknek az aláírása volt, ebből volt jó néhány halmaz, egy fél éves komoly halmaz. Egy fél éves előkészítésnek a végére jutottunk odáig, hogy fölülvizsgáltuk a MVM Mobitos szakipari óradíjakat, illetve az RB-nek a mérnök műszaki szolgáltatási napi díjait, és akkor ennek megfelelően a szerződéseket módosítottuk, és ez volt az első ilyen aktus vezérigazgatói minőségben, hogy ezt aláírhattam ezeket a szerződéseket. A jövőt illetően tudja, lesznek kihívások, de mindent megtesznek, hogy megfeleljenek azoknak, és megoldják, ahogyan ezt az elmúlt években is tették. Úgy gondolom, hogy összességében az előttünk álló 15-20 évnyi üzemidő az, amire első körben tervezni szükséges, illetve az azt követő időszakra is, hiszen azt követően pedig le kell szerelni ezeket a blokkokat, és okulva abból a feladat volumenből, feladat tömegből, amit az üzemidő hosszabbítás során abszolváltunk, ott ugye emlékeztetném a tisztelt sajtó képviselőit, hogy a döntés az 2000 vagy 2002-ben történt meg az üzemidő hosszabbításra vonatkozóan, és előkészítéstől, végrehajtásostól 15 év kellett ahhoz, hogy 2017-ben abszolváljuk ezt a feladatot. Paks 2 megépítése fontos és komoly közös feladat lesz a jövőre nézve. Az előttünk álló feladatok egyik legnagyobbika, úgy gondolom, hogy az 5-ös 6-os blokknak a megépítése, amit nagyon fontos hangsúlyozni, és a miniszter úr is szokta hangsúlyozni, hogy ez csak közösen vihető sikerre ez a feladat. Alapvetően a Paks 1 gyakorlatilag a Paks 2 múltja, a Paks 2 pedig a Paks 1 jövője, tehát ezt a frappáns mondathalmat szoktuk elmondani ebben a szituációban, amit komolyan is gondolunk, hiszen a jövőnk az gyakorlatilag ez az 5-ös 6-os blokk lesz. Ennek megfelelően, attól függően, hogy hogyan történik az előrehaladás, a projekt előkészítés, a tervezés, az organizáció és a kivitelezés vonatkozásában egyre nagyobb feladatot jelent ez nyilván a Paks 1 állománya részére is. Azt is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Magyarországon nincsen kettő nukleáris elit. Egy van. Ez az egy nukleáris elit is vért fog izzadni addig, mire ez a két blokk megépülés és az üzembehelyezésük megtörténik. Személyi változások várhatóak, de az a belső kultúrájuk szerint is természetes. Minden vezetőt megillet a jog, hogy maga válassza meg a csapatát. A szakember hiány az atomerőmű életében is érezhető. A probléma megoldásában kulcsfontosságú a megfelelően átgondolt, megtervezett oktatás és a versenyképes fizetés. Az ESZI mindig is komoly szakember bázist jelentett az atomerőmű számára. Az új szakokkal kapcsolatban, nem egészen a szakterületen, de az ismereteim szerint pont az idén indul egy hiány szakma, ez az erős áramú elektrotechnikus képzés, komoly túljelentkezés volt, egyébként hiányzik is az erőműben az ilyen típusú technikus szintű szakember képzés, tehát ez már egy olyan jel,
hogy az erőmű és az ESZI értékelte a helyzetet és elindították ezt a hiány szakmát. Vannak még olyan hiány szakmák, amelyekre ismereteim szerint Magyarországon most nincsen jelenleg iskolarendszerű képzés, például a hőszigetelő bádogos nincs ilyen ácsálványozó, tehát alapvetően a kétkezi szakmunkás képzés az, ami talán hiányos. Társadalmi szerepvállalását illetően az új vezérigazgató az eddigi irány mentén szeretné a munkát folytatni. A rendelkezésükre álló eszközök mértékéig továbbra is támogatják a civil szervezeteket. Az elmúlt 15 évben egy olyan útvonalra állítottuk az erőművet, ami helyes, és azt szeretném, hogy ezen az útvonalon mozogjon tovább ez a hajó, ez az erőmű. Összességében az alaptevékenységünk az, hogy biztonságosan, olcsón, környezetbarát módon állítsunk elő villamos energiát közmegelégedésre. Ez a küldetésünk, ezt fogjuk végezni. Mindezt úgy, hogy azt a vállalati kultúrát, azt a csapatot, akik 30 éve összekovácsolódtak ebben a nukleáris iparágban, megőrizzék. A Duna vízállásával és annak hőmérsékletével kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Schmuck Erzsébet, az LMP országgyűlési képviselője, a Parlament Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke, és Baranyi Krisztina, az együtt 9. kerületi önkormányzati képviselője. A sajtóeseménynek helyszínt biztosított a Paksi atomerőmű, és válaszoltak a politikusok kérdéseire. Az elmúlt időszakban alacsony volt a Duna vízhozama, és magas volt annak hőmérséklete. Baranyi Krisztina 9. kerületi önkormányzati képviselő fél, milyen hatással lesz ez az atomerőműre, mennyire lehet így biztonságosan üzemeltetni, és milyen hatással lesz a környezetére. A klímaváltozás várható tendenciái mellett kérdésként merült fel számára, mi várható környezeti és gazdasági szempontból. Kovács Antal, a Paksi atomerőmű kommunikációs igazgatója elmondta, hogy a nyitottság jegyében bárkit, aki hozzájuk bejelentkezik, szívesen fogadnak, így most is a politikusok rendelkezésére álltak. Teljesen maximálisan segítették. Én, mint ahogyan elmondtam, nekem alapvetően nem ezzel van a problémám, tehát a mérése, az atomerőmű dolgozói maximálisan partnerek voltak ebben. Kovács Antal leszögezte, az atomerőmű leállítása nem merült fel. A Duna hőmérséklet növekedése miatt a hőkör folyamat hatásfoka romlott, ez némi teljesítménycsökkenéssel járt. A hatósági korlát elérése esetén az atomerőmű termelését néhány megawattal csökkenteni kellene. Szigorú ellenőrzés van az atomerőmű környékén, hatósági, civil és saját mérések állnak rendelkezésre, amelyek biztosítják, hogy határérték elérése esetén megtörténjenek a szükséges beavatkozások. Schmuck Erzsébet szerint az atomenergia kivezetése lenne célszerű, mert feltételezései szerint a tudomány, bár még nem áll készen, hogy kiváltsa az atomenergiát, a következő években fog annyit fejlődni, hogy a megújuló energiák fedezni tudják Magyarország energia szükségletét. A megújuló energiát támogató Kovács Antal hangsúlyozta, hogy az atomenergia pont az egyik legerősebb fegyver a globális felmelegedés elleni küzdelemben. Hazánk termelésének felét széndioxidmentesen biztosítja. De az atomenergia az már bizonyított egy biztos, jó kiszámítható, nagyon alacsony ökológiai lábnyommal rendelkező energiaforrás, és ilyen értelemben én azt gondolom, hogy ha valaki komolyan gondolja a környezetvédelmet, akkor legalábbis számolnia kell az atomerőművel. Nyilvánvalóan nagyon szigorú társadalmi kontroll, megfelelő szakemberek, megfelelő ellenőrzés. Az igazgató hozzátette, a megújuló energiára is hatalmas szükség van, nagyon jól funkcionálhat az energiamixben, de nem válthatja ki az atomerőművet a kiszámíthatatlansága és a tárolási problémák miatt. Közvéleménykutatást végeztek májusban a TEI települések lakosságának körében. A kutatás fókuszpontjában a radioaktív hulladékokat kezelő KFT működése, a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás munkája, valamint a kiégett kazetták tárolásával kapcsolatos kérdések szerepeltek. Bálint József, a TEI elnöke értékelte a kimutatásokat. Az 1000 fővel készített közvéleménykutatás három részre tagolható. A kiégett kazetták tárolásával, a radioaktív hulladékokat kezelő KFT működésével és a TEIT munkájával kapcsolatos témakörökre. A felmérés alapján a TEIT elismertsége és tájékoztatása nagy mértékben elfogadott. Dr. Bálint József, a TEIT elnöke kihangsúlyozta, hogy a felmérésnek köszönhetően látják azokat a területeket is, amelyekben fejlődniük kell. Ilyen terület például a tájékoztatás. A honlapjukkal kapcsolatban áttörést még nem értek el, hiszen a megkérdezettek 5%-a ismeri csak. Az újságukban történő tájékoztatást 72% hasznosnak tartotta.
Még biztató volt, hogy a 65% ismeri a mi híreinket, amely ugye nem csak a újságból ismerhető meg, hanem polgármesteri tájékoztatókon, falugyűléseken, illetve közmeghallgatásokon, illetve hát a rendszer sajtóba is nyilatkozgatunk, illetve nyilatkozik a tejét a feladatával kapcsolatosan. A társulás úgy érzi, lesz szerepe a jövőben is, különösen a Paks 2 blokkjának bővítésével kapcsolatosan. Az erőmű környékén élő lakosság nem hagyatkozhat csak központi, illetve az atomerőművi tájékoztatásra, hanem szükség van egy társadalmi jellegű és a lakókörnyezetet összefogó lakossági informálásra. A válaszadók 67%-a tudta, hogy egyik legfontosabb feladata a TEIT-nek a településfejlesztés. Azt hiszem, hogy ez egy bizonyos dologban túlmutató, hiszen a TEIT, mint mondtuk, 4-es feladatot lát el, és az utolsó ugye a településfejlesztés. És mind a Paksi Atomerőmű, mind pedig az RHK anyagi forrásokat biztosít a települések részére, amely a település üzemeltetésre, illetve a település fejlesztésre szolgál. Ezek szigorú szabályok szerint évenkénti szerződésbe történnek, lerögzítve, hogy mennyi pénzt ad rá az RHK, mennyit biztosít a TEIT részére, ezt lebontjuk településekre, és ezen belül a települések határozzák meg, hogy mennyit használnak felhalmozási alapra, illetve működésre. Az Európai Uniónak irányelve értelmében a hulladékot ott kell elhelyezni, ahol keletkezik. Az irányelv miatt Magyarországnak is kutatni kellett, hol tárolhatja a kiégett kazettákat és a többi radioaktív hulladékot. A TEIT széles körű tájékozódást végez ezzel kapcsolatban, figyeli a többi ország munkásságát, kutatásait a hulladék elhelyezésével kapcsolatban. Végleges elhelyezésre talán a mecsekben lévő kőzetek alkalmasak arra, hogy itt kerüljenek elhelyezésre, de még erről döntés nincsen, hiszen a kutatás még nem fejeződött be. Ezért ugye átmenetileg biztosítani kell a tárolást, és mivel az átmeneti tároló nem akarták mozgatni nagyon az anyagot, és ez is kiderült az anyagból, hogy elfogadják sokan, ezért Pakson alakították ki, illetve ott bővítik, amennyire szükséges, a kiégett kazetták tárolását ott végzik folyamatosan, illetve bővítik azt a tárolót, és ez az úgynevezett kiégett kazetták tárolása, és akkor onnan kerül majd a véglegesbe. A radioaktív hulladékokat kezelő Kft. Tevékenységét pozitívan ítélték a megkérdezettek. Tudták, miért hozták létre, és azt is, hogy az RHK Kft. Állami tulajdonban van, és az a felelőssége, hogy a kiégett kazettákon túl a radioaktív anyagok elhelyezését és kezelését megoldja. A megkérdezettek 41%-a járt már a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. Paksi kirendeltségén működő bemutató termében, és 92%-a úgy érzi, hasznosak az ott látottak és hallottak. A kiégett kazetták átmeneti tárolójának működésének megítélése biztató, mivel a megkérdezettek 75%-a nem tart tőle. Bálint József kiemelte, az elvégzett közvéleménykutatás megerősítette a TEIT-et abban, hogy fontosak és szükségesek a rendszeres visszacsatolások. Érdemes a statisztikákat megismerni és közzétenni. A Paksi Atomerőmű számára fontos a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás. A nyár folyamán az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 2 alkalommal fogadtak diákokat szakmai gyakorlatra. Kovács Antal, az Atomerőmű kommunikációs igazgatója kiemelte annak fontosságát, hogy minél többen ismerjék meg az atomerőművet és az annak biztonságos üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységüket. A nyár folyamán 2 turnusban érkeztek határon túli magyar diákok a Paksi Atomerőműbe. A tanulók Erdélyből, illetve a Felvidékről jelentkeztek a szakmai gyakorlatra. A résztvevőkkel szemben elvárás volt, hogy felsőfokú műszaki tanulmányt folytassanak. A Pakson eltöltött 2 hét alatt általános képet kaphattak az atomerőmű tevékenységéről. Üzemlátogatás keretében bejárták a primárkört, és megismerkedhettek a karbantartó gyakorlóközponttal. A fiatalok számára meghatározó élmény az atomerőművet testközelből megismerni, hiszen a műszaki terület egyik csúcs létesítményét tanulmányozhatták. A Paksi Atomerőmű fontosnak tartja, hogy a határon túli magyarok érezzék, az anyaország támogatja őket. A szakmai fejlődés mellett fontos szempont a tapasztalatcsere és egymás megismerése, kapcsolatok kötése. Jövő évtől a délvidéki területet is beszeretnék vonni a programba annak érdekében, hogy minél szélesebb körben megismerjék a határon túli magyarok az atomerőművet. Hogy minél többen határon túl is képbenjenek arról, hogy Magyarországon van egy ilyen jó működő atomerőmű. Igazából egy kicsit azt gondolom, hogy erre határon túl is minden magyar büszke lehet, hiszen az erőmű eredményei
mind termelési mutatói, mind biztonságmutatói világ legjobbjai között vannak, és talán ezzel is tudjuk erősíteni azt, hogy határon túli magyarok ilyen szempontból is büszkék legyenek az anyaországra. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója kiemelte. A műszaki tudás megosztása mellett az együttgondolkodás és szolidaritás elvének erősítése és az anyaországhoz való kötődés az iránymutató cél. Terveik szerint a jövő évben is folytatják a szakmai gyakorlatok szervezését. Többszörösen védett fajra bukkantak a Paksi Atomerőmű előtt elterülő parkban. A kúszózeller szerepe a biodiverzitás megőrzésében és fenntartásában jelentős. Az aprócska növény világviszonylatban is igen ritka, élőhelyeinek száma is kevés. Az indásan kúszó, júniustól augusztusig virágzó évelő kúszózellerre Szél Zsolt bukkant a Paksi Atomerőmű parkjában. A ritka növény felismerésében sokat segített az energetikai szakgimnázium környezetvédelem és vízgazdálkodás szakirányon szerzett tudása. E védett fajról is itt hallott először. Ugye én voltam az a szerencsés, aki itt észrevettem. Egyébként nem túl lírai a történet, öntözőrendszer karbantartást végeztünk, és mi ez egy kis növésű, kis termeti növény, ezt az veszi észre, aki lehajol igazából a fűbe, és így láttam meg a fű között ezt a növényt. Több nemzetközi és magyar státusz szervezett védelme alatt álló növény az egész világon minimális létszámban van jelen. Minden országban, ahol megtalálható, védett. Többek között védi a Berni Egyezmény, a Rámsári Egyezmény és a Természetvédelmi Világszövetség védelme alatt is áll. A Natura 2000 által 1993 óta védett faj természetvédelmi értéke 50 000 forint. A fokozottan védettség határán van. Magyarországon 3-4 élőhelye ismert. Meg tud telepedni egy puszta talajon, amilyen semmilyen növény nincs, és erre elkezdi felhalmozni a fontos tápanyagokat. Ezáltal megteremti az alapját a következő generációs másfajta növényeknek. Tehát a magyarul a biodiverzitást fogja növelni, ez pedig a biológia vagy az ökológia alapját képezi. Az atomerőmű területén talált több mint 10 000-es populáció folyamatos monitorozást igényel. A hatósággal megkezdődött az egyeztetés, de a jelenlegi álláspont szerint az eddigi módon történhet tovább a park gondozása. Stabil öntözéssel és megfelelő tápanyag pótlással. Hiszen ha jelen gondozás mellett megtelepedett és elszaporodott a kúszózeller, akkor az eddigi gondozással nem árthatnak a védett növényfajnak. Ennek a növénynek is akkor megvan a lehetősége, hogy mondjuk ezt a laza, ugye fellazított talajból nagyon könnyen kiszedje a tápanyagot, megkapja a hatalmas napfényt, akkor ez már a második, és akkor megkapja az öntözést, ez már a harmadik ökológiai szempont. A Paksi Atomerőmű és a Rosenergo Atom közös szervezésében természetfotós táboron vehetett részt 27 orosz és 9 magyar gyermek augusztusban. A táborozók a nyári forróság ellenére számos helyszínen próbálhatták ki tudásukat, melyeket az elméleti foglalkozásokon szerezhettek meg. Hát maga a természetfotós tábor 7-től 17-ig tartott, ez egy olyan átfogó foglalkozás volt, amiben sok minden, köztük fotózás, gyakorlati, illetve elméleti oktatás, valamint egy olyan a Rosatom School-nak egy mesterkurzusa, ahol az orosz néphagyományokat is, illetve táncoktatást tartottak az orosz kísérők a gyerekeknek, nem csak az orosz, hanem az itt lévő 9 magyar gyereknek, aki arra a 27 orosz gyerek, aki ahhoz a 27 orosz gyerek mellé csatlakozott, a tei településekről, és gyakorlatilag próbáltunk egyfajta, hát egy barátság induló, esetleg ismerettséget hát segíteni, támogatni. A magyar gyermekek a tei településekről jelentkezés útján az orosz fiatalok pályázaton keresztül érkeztek. A magyar gyermekek nagyon jól érezték magukat, és beszámolóik szerint orosz társaik is hasonló élményekkel térhettek haza. Valószínű, hogy nagyon jól érezték magukat, mert nagyon sokat nevettünk, meg el voltunk, meg egyébként nagyon barátságosak, kedvesek. A tábor ideje alatt részt vettek fotózással kapcsolatos gyakorlati és elméleti oktatáson. Olyan
fizikai kísérleteket is bevontunk a történetbe, ami kapcsolódik bármilyen hihetetlen a természet fotózáshoz. Felkértünk természetvédelmi egyesületeket, az Ökocsigát, a Dunatáj közalapítványt, akkor felkértük azokat a természetfotósokat, ismert és még kevésbé ismert természetfotósokat, akik gyakorlatilag átadtak olyan információkat, amiből hát nagyon sok pozitív dolog jött ki. A fotós túrákat a nagy meleg miatt kora reggel vagy késő délutánra tették. Napközben az elméleti oktatások zajlottak. Számtalan helyszínt ismerhettek meg, jártak Cseresznyésben, Németkéren, Faddon, Tolnán, az atomerőmű horgásztavánál és megismerkedhettek a gemenc élővilágával. Vince Bálint, a program szervezője, fontosnak tartja az ilyen jellegű táborok, foglalkozások szervezését, sokat adhat a gyermekek jövőjéhez. Egyrészt a természet szeretetet, a természet szeretetre való nevelést nem véletlenül csináltunk, például odukat készítettek a gyerekek Cseresznyési iskolába, kiéztük az erdőbe, és ugye orosz üzeneteket tettek ki, és a madárodukat raktak ki, tehát egyfajta ilyen üzenet is volt. De benne van maga az, hogy tovább lelkesítse arra, hogy úgy nézze és úgy szemléje a világot, hogy arra vigyázni kell, és a legszebbik részét próbálja meg másoknak is visszaadni, hiszen sokaknak nem adatik meg az a szenvedély, ami esetleg bennük van, ezért ők kényelmesebben vagy egy kiállításon, vagy akár egy műsorban, vagy múzeumban, vagy szlájdon megnézhetik ezeket. A természetfotós tábort egy kiállítás megnyitásával zárták, amely a pályázati anyagokból és az itt készült fotókból került összeállításra. Maga a kiállítás is úgy különül el, hogy van egy a pályázati anyag külön a kiállított térben, illetve a mögöttem látható itt készült anyagok. Az itt készült anyagokat igyekeztem úgy összeállítani, hogy az minél változatosabb helyszíneken legyen, és hogy a gyerekeknek minél érdekesebb legyen ez az egész kurzus. Vargac Dorina képei közül is kerültek be a kiállításra. Egy ilyen madárles, és akkor ilyen a naplementével ez a kék órában készült, meg egy ilyen kavicsok, amit a Mátrában ott a pataknál csináltam. Az augusztus 16-án megnyitott kiállítást az Atomenergetikai Múzeumban lehet megtekinteni. Ennyi fért a Paksi Disputába, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!